Most bibliaóránk kezdetén, és nem tudom, mondtam az előbb, elnézést kérek, nagyon hálásan köszönjük mindenkinek, mégis aki támogatást ad, és természetesen a befolyt összeget a felkínáló, küldő személyek, szervezetek akaratának megfelelően fogjuk a számláink rendezésére fordítani. Most bibliaóránk kezdetén a 109. dicséretet énekeljük. Így kezdődik ez az ének, ha lelkem az Úrba nyugodva pihen, bár távol a vész fenyeget, én boldogan egyre csak énekelem, Uram, én szíveden pihen.
és akarjuk élvezni, hanem fáradozni is akarunk érte, készek vagyunk áldozatot hozni azért, hogy béke legyen körülöttünk. Segíts meg, hogy valamit megértsünk jobban ebből a gondolatból, mit is értesz az alatt, hogy mi lehetnénk a békén munkálkodó emberek, maguk is békében élve veled, önmagukkal, és a teremtett világgal, és másokat is erre bátorítva. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ma este egyetlen mondatot idézünk a Máté evangéliumában található boldogmondások közül. 8 boldogmondást találunk itt, ahol ez elhangzott, ott egy a feltételezhető helyén, ma van egy kápolna is, ez a 8 boldogságnak a kápolnája, emberek, akik ott járnak zarándokként, keresztény emberek bemehetnek ebbe a házba, ebbe a templomba, és gondolkodhatnak a békességről, és átélhetik azt, hogy milyen jó az a csend, ami ott körülveszi őket, csak az a baj, hogy néha ezt az áhítatra teremtett teret, pillanatot összetévesztjük azzal a békével, amiről itt Jézus beszél. És ahhoz, hogy megpróbáljuk egy kicsit jobban látni, hogy miről is van itt szó, a 9. verset olvasva, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Ahhoz először azon kell pisélnünk, hogy miért pont ezeket a dolgokat Jézus, és azon a szemináriumon, csendes napon, lelki gyakorlaton, elmélkedés alkalmával fönt a hegyen, vagy valami réten, szabadtéren, és nem azért, mert vírusjárvány volt, és jobb ilyenkor egymástól távol, a szabad ég alatt összejönni, de akár még ez is szerepet játszhatott ebben. Szóval, mikor leült, és a tanítványai várták, hogy miről fog beszélni, és mikor elkezdte, és azt mondta, hogy boldogok, akkor odáig még tudták követni, és azt mondták, hogy nagyon jó ez a kijelentés, mert mindnyáján boldogok akarunk lenni. Tehát ha Jézus arról beszél, hogy mit jelent boldognak lenni, ha a boldogság receptjét fogja nekünk elárulni, akkor nagyon jó helyre ültünk le, pláne ha jutott egy kicsi árnyék is nekünk, már nem ilyen őszi idő volt, valószínűleg verőfényes, forró nap. A jó hely jutott nekünk, és a békesség receptjét megkaphatjuk. Azt, mint egy orvosságot bevehetjük, vagy mint egy szépítőszert magunkra kenhetjük, akkor mi nagyon jól fogunk járni. De Jézus hamar kiábrándította őket, mert mindjárt az első helyen a szegényekről kezdett beszélni, aztán azokról, akik sírnak, a szelidekről, az éhezőkről, szomjózókról,
Igaz, ők az igazságot éhezik és szomjúhozzák, az irgalmasok, akiknek szívük tiszta, és itt a hetedik ponton, akik a békességre igyekeznek, majd egy még nehezebb lépcső, ez pedig arról szól, hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért. És azt mondhatjuk, hogy a boldogság, ennek nyomán azt mondhatjuk, hogy a boldogság, az nem egy valami, mint ahogy az Isten országa se az. Tehát ha Jézus az Isten országáról beszél, példázatokat mond, hogy kezdjen derengeni számunkra, mi is az Isten országa, mi az a tér, vagy mi az a közeg, amiben az ember Isten közelségét megtapasztalja, és amiben a leginkább hajlik a szíve az Istennek való engedelmességre. Itt most sok emberi szokást, tulajdonságot, állapotot merít egybe, ölel egybe az Úr, és azt mondja, hogy mind ezek megléte, jelenléte az életünkben a boldogság állapotába visz el. Csak hogy hogyan lehet boldog, aki lelki szegény, aki sír, aki éhezik, szomjazik, aki nek szíve tiszta, vagy irgalmas, azt még talán érteni véljük, de a legvégén is, hogy aki háborúságot szenved az igazságért, lehet-e az boldog? És most nem áttéve a textust egy másik boldogmondásra, mégis álljunk meg itt ennél, és tűnődjünk rajta. Kérdezzük meg először magunktól, hogy mi a jézusi felfogás szerint vagyunk-e boldogok? Jézus kora zsidó kegyeseinek az egyik életérzését, gondolatát szólaltatta meg. Ugye a kohaniták, a papi családból származó emberek arra kaptak felhatalmazást Istentől, hogy tegyék rá Izrael fiaira az ároni áldást, így hívják ma. És ebben ott találjuk azt a sort is, hogy adjon neked békét, adjon neked békét az Úr. Vagyis az a boldog ember, aki békességre igyekezik. Boldog ember vagyok-e én? Ha nem vagyok boldog, akkor ennek szinonimája a békétlenség is például. Ha boldog vagyok, akkor ennek szinonimája az, hogy a békességre törekszem, és azon munkálkodok. Majd mindjárt megnézzük, hogy ez a szó a békességre igyekeznek megfelelő-e igazán annak kifejezésére, amit itt Máté mond és gondol. Tehát a boldogok közé akarok-e tartozni? Vagy azt mondom, hogy nem, ez a recept nem jó, és saját szabályaim szerint szeretnék boldog lenni. De annyira boldogtalan vagyok, annyira nem megy. Annyira erőlködöm, és mégsem vagyok boldog. Mégis boldogtalan vagyok, semmi se jó, semminek sem tudok igazán örülni. És most az első gondolat az, hogy Jézus javaslatára a tanítványai közé ülve vegyünk tőle egy különös szemináriumi tanítást arról, hogy ő mit gondol a boldogságról, és próbáljuk meg őt követni. Próbáljuk meg őt követni, hát ha ez jobb lesz, mint a saját utunk. Hát nézzük másodszor, hogy mit jelent a békességre igyekeznek kifejezés. A békesség, de amiről mondtam az előbb, hogy az ároni áldás is mondja, adjon neked békét. Egy régi-régi áldó formula azt fejezi ki, hogy legyen nyugtod ellenségtől, kívülről, a belviszálytól. Szörnyű dolog az, egy családban állandó békétlenség van, veszekedés, civakodás,
múlt felhánytorgatása. Gondoljunk csak erre, hogy hányszor bányásszuk elő a tudatunkból a rég egymás fejének vagdosott korombaságokat is, nem tudjuk elengedni, sőt vannak kedvenc sérelmeink, amiket újra és újra előhozunk. És akkor lehet, hogy ez, amit itt tőlünk vár az ige, ezen a címen, hogy törekedjünk a békességre, elsősorban az, hogy nem hánytorgatom fel a múltat, nem keresem, keresve is azt, ami a békesség ellen van. El lehet engedni dolgokat, tanuljunk meg elengedni régi-régi sérelmeket, és gondoljunk arra, hogy mi is irgalomra szorulunk. Gondoljunk arra, hogy nem tesz boldoggá, ha a másik hibáit keresem, és mint egy ékszeres dobozba zárva őrködöm, egy páncélszekrénybe vannak elrejtve, hogy a legjobb pillanatban előkapjam őket. Azt mondja a zsidókhoz itt levél szerzője 12. rész 14. versében, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Kövessétek mindenki irányába ezt. Nem csak a békés természetű emberek irányába, mert vannak ilyenek is. Nehéz velük összeveszni, hiába provokáljuk őket, hiába piszkáljuk őket, mégis gyakorlatilag lehetetlen kiszökkenteni őket ebből a béketűrő állapotukból, mint Toldi Miklóst, aki tűri a parasztozást, tűri a célba dobálást is. Hát egy pontig, amíg egy lándzsa hegye a vállát el nem találja, és akkor jön a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Van, aki még büszke is arra, hogy ő nem béketeremtő, őt így kell elfogadni, ezt kell tőle megszokni, hogy ő kemény, hogy ő akár goromba is másokkal szembe, de ugyanakkor hihetetlenül érzékeny, ha ezt mások is gyakorolják vele szemben, azt nem tűri el. Az alatt összeroppan, azt vérig sérti őt, de másokkal szemben megengedi magának, hogy a béke ellensége legyen. Hát Jézus azt mondja, hogy legyetek boldogok, és pedig olyan boldogok, akik a békességre igyekeznek. Az a kifejezés, az Eiréné polyói, így hangzik görögül, hogy az Eiréné, ebből van az Irén is, ez a békesség, és az Eiréné polyói pedig az a személy, aki törekszik a békességre. Most megállunk ennél a kifejezésnél, amit itt találtunk a Károli Bibliában, és van, aki egy modernebb fordítást használ, arra is kitérünk majd. Igazán nem olyan jó egyik szó se. Károli azt mondja, a Károli Biblia, hogy békességre igyekezők. Mintha soha nem lehetne azt elérni, a békét. De azért jó, hogy valaki igyekszik elérni. Mintha egy kocsirúd végére kötött széna lenne, amit az állat megpróbál bekapni, de sose éri el, mert túljárnak az eszén. Szóval igyekszünk, de nem érjük el soha a békességet. A másik fordítás azt mondja, hogy béketeremtők. Ezzel egy kicsit több bajunk van, mert mi nem tudunk teremteni. Isten teremtette a békét, és teremti meg, és ezért kérjük tőle az áldásban, hogy adjon békességet nekünk, vagy ezért kapjuk fel a fejünket, amikor Jézus is azt mondja, hogy az én békémet adom, nem úgy, mint a világ. Van valami, aminek az ős magját, elindító első változatát az Úr maga adta-e világ kezébe, és
nem nekünk kell kitalálni azt, hogy mi visz a békességre, de az biztos, hogy ez olyan kincs, amit védelmeznünk kell. Ezt már értjük. Karban kell tartani. Tehát nem mi állítjuk össze a gépet, legyen az mosógép vagy autó, nem mi találtuk ki azt a magot, amiből virág nő ki, akármilyen fajtájára is gondolunk, de el fog száradni ez a virág, hogyha nem locsoljuk és nem tápláljuk. Ez már a mi dolgunk. Isten megteremtette. Nekünk locsolni és ápolni kell, néha el kell távolítani a kártevőket, néha meg kell akadályozni, hogy egy falánk kecske lerágja legszebb virágainkat is. Néha kicsit permetezni kell, néha be kell takarni, hogy a fagy tönkre ne tegye. Szóval sok bajunk van vele, de hát aki ezt mind vállalja, annak mindig lesz virága. És nem szabad Istenre haragudni, hogyha a nem törődöm ember ablakában elhervad a virág. Hogyha csak addig gazdálja, amíg a virág kibontakozik, hány olyan növény van, ami egész élete során egyszer virágzik. Vagy egy rövid időre csak, vagy egy évben egyszer. És nem mondhatjuk azt, hogy akkor nem tápláljuk, és nem gondoskodunk róla, amikor nincs rajta virág. Virágba borul, aztán a virág elhervad, de mi arra gondolunk, hogy talán még egy virágzást megint megérünk, és gyönyörködhetünk újra ennek a virágnak az illatában. A méhek, darazsak jöhetnek mézet szopogatni, a szemünk is gyönyörködik benne. Itt van most éppen a templom tornyon az egyik kúszó növény most virágzik, még lepkék is jönnek boldogan, és nyalogatják ennek a kései virágnak a mézét. De ahhoz, hogy megjöjjön időben a virág, ahhoz oda kell figyelni évközben is. Tehát boldogok azok, akik a megteremtett isteni békét gondozzák. Így tessék érteni ezt a békességre való igyekezést. Boldogok azok, akik akár áldozatot is hoznak azért, hogy béke legyen. Mert néha áldozatot kell hozni érte. Boldogok azok, akik kényelmetlenséget is elviselnek érte. Akik egy hűvös éjszakán arra ébrednek, hogy jaj, mi lesz az én virágommal, és gyorsan behozzák. Vagy meghalva, hogy az eső kopog a háztetőn, fölpattannak és kirakják az esőre, mert nincs annál jobb, mint hogyha az ég esője öntözi meg a virágaikat. De hát ez le kell győzni a lustaságot, és fáradtsággal is dacolva cselekedni kell. Boldogok azok, akik arra törekszenek, hogy a békesség megvalósuljon, és akkor sem csüggednek, ha éppen nincs itt a béke virágzásának az ideje, hogy most egy furcsa kifejezést használjak. De valóban erről van szó. Isten teremtette meg a békét. Ő a mi békességünk. Benne lelünk nyugalomra. A háborgó szív, a furdaló lelkiismeret, az elveszettség tudata, a kétségbeesés, a bűnbánat, az apátlan, anyátlan érzés, a magam vagyok gondolata, az engem senki nem szeret átélés, ez mind jellemzi az ember. De az Úr ott van nekünk mindig, megígérte, hogy velünk van minden napon. Nem vagyunk hát egyedül, ott van velünk, ez nem azt jelenti, hogy mi sarokba vagyunk állítva, mellékszereplők vagyunk, mert majd ő felgyűrte szent karjait az Úr, majd ő cselekszik, nekünk gyakorlatilag nincs is közünk ahhoz a békéhez, amire egyébként vágytunk. Isten őrizzen, hogy így gondolkodjunk, és hogy Isten így gondolkodjon. Nem így gondolkodik, hanem azt mondja, hogy én megteremtettem a békét, te gondozd, te ápold, te őrködj felette. Hogyan teheted ezt meg? Keresd a békességnek az útját, és kövesd is azt,
tudj a béke oltárán áldozatot is hozni, és ne fordulj panasszal a világ felé, ha a te békédet bármi veszélyezteti. Nekünk lehet békességünk most, miközben ki akarják kapcsolni a gázt, vagy éppen néhány agyafúrt hekker azon fáradozik, hogy hogyan vehetné el a közvetítésnek a lehetőségét. És nekünk ezen fáradozni kell, nem vagyunk kétségbe esve, nem helyeseljük a dolgot, nem okoz nekünk örömöt, nem gondoljuk azt, hogy de jó, végre harcolhatok valamiért, nem jobb dolgunk is lenne ennél, de nem várunk arra, hogy az Úr valamit tegyen a békénket veszélyeztetőkkel, mi akkor újabb és újabb megoldásokat keresünk, mi igyekszünk a békére. Izsaiás könyve tele van a békességre vágyó ember életének a különböző üzeneteivel, fordulataival. Nézzünk meg egy párat, ha itt van valakinél a Bibliája, vagy ott a képernyő előtt, mintha az ég dörögne, tehát lehet békesség a viharban is. Nyissuk ki a második fejezetnél a Bibliánkat, és bocsánat, lehet, hogy nem a második fejezetnél, hanem a kilencedik fejezetnek a hatodik versénél, ha jól látom, hogy ezt írtam ki, igen. Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán részen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erők és Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének. Békesség fejedelmének. Nem olyan vezetőre, olyan királyra van szükségünk, aki a görbe fába is, vagy az egyenes fába is beleköt, ahogy mondani szokták, aki mindig kardot csörget az oldalán, hanem aki békét teremt, aki a szemben álló felek közé odaáll, aki kiveszi a kezükből az ártó eszközöket, aki valami olyan világra vágyik, ami ugyancsak Ézsaiásnál a 11. részben van, lakozik a farkas a bárányjal, a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú az oroszlánkölyök és a kövérbarom együtt legelnek, és egy kisgyermek őrzi azokat. Mit őriz a kisgyerek, hogy ne vesszenek össze, mondjuk így. A tehén és a medve legelnek, nehéz mondjuk füvön nagyon vérmesnek lenni, nagyon vérszomjasnak lenni, a tehénnek az megy minden körülmények közt, a medvének talán kevésbé. Együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör szalmát, tehát valószínűleg szénát eszik, és gyönyörködik a csecsemő a viperák lyukánál, és az elválasztott gyermek, a baziliszkusz kígyó lyuka felett mozgatja a tenyerét. Így látja Ézsaiás azt a béke állapotot, amit szívesebben élne meg, mint az, hogy mindenki mindenkinek ellensége, és az örül, az kacag az egésznek a tetején, aki jól összeugrasztotta őket. Mikeás próféta, vagy Zakariás próféta. Még egy igét tőre nézzük meg az utolsó előtti könyv a Biblia első kötetében. Zakariás könyvének a 9. részében. Amen.
amikor Sion öröméről van szó, Sion öröméről, amit békességéről, ja, nyolcadik, nem is a kilencedik rész, nyolcadik rész, hűséget és a békességet szeressétek, ezt várja az Úr, és olyan királyra vágyik, aki szeriden és szamárháton érkezik, nem hódító zsoldos vezéreknek a harci bénnyén. Minden lépése a békét sugározza. Tehát azok a boldogok, olvastuk itt most, Úr Jézus tanítását, hogy nem csupán elhangzott ez a mondat, hanem hozzá lehetett szólni, lehetett ilyen kezdő szavakat is használni a mondatban, hogy de, jó, rendben van, boldogok a békességre igyekezők, de mi van akkor, hányszor bocsáthatok meg az én atyám fiának, mondja éppen Péter, vezérapostol, nem itt a hegyi beszéden belül, még hétszer is megbocsáthatok? Én az Úr azt mondja, hogy még 77-szer is, vagyis megszámlálhatatlanul mond ki inkább azt, hogy megbocsátok, mint hogy haragot őriz. Békét akarok, mondogast, ha kell, békét akarok, és megadom az árát, mint valami egészen kivételes terápiának. Hát mennyi butaságra fordítanak irgalmatlanul sok pénzt emberek, hogy megtanítsák őket erre, arra, és miért ne kellene nekünk akkor az a béke, amit Jézus ad. Meg akarjuk tanulni tőle Istennek a békességét. Szóval nem teremtik a békét, nem csak igyekeznek arra, ugye, hogy Pál a Filippi beliekhez itt levélben írja, nem mondom, hogy elértem, vagy tökéletes lennék, de azért azt teszem, hogy célegyenest igyekszem. Mint az a futó, aki lehet, hogy már végső erő tartalékait is bevetve csetlik, botlik, valahogy be fog zuhanni a célba, el akarom érni a célt, és ezért a légszomig elmenően hajlandó vagyok küzdeni. Hát ez a kérdésünk, kedves beszélgető társak, hogy van-e olyan fontos ez a békesség, ami számunkra, hogy törekedjünk rá. Európában 75 éve van béke, és sokszor egy hajszálon múlt, hogy nem tört ki újra valamilyen világméretű konfliktus, és most is olyan időket élünk, amikor egyesek játszanak a békességgel. Adjuk meg az árát a békének az emberiség együttélésében is, de nem lehet eszköze a béketeremtésnek, vagy békecsinálásnak, vagy békegondozásnak az a személy először is, aki játszik ezzel a szóval, és mondjuk békeharcot emleget, mint ahogy volt már erre példa, vagy most is a békeharcban érdekelt, aki legyőzni akarja ellenfeleit, és ezzel csak játszik ezzel a kifejezéssel. Nem lehet a békesség eszköze, aki nem békült ki Istennel, nem békült ki önmagával, és nem békült ki a teremtett világgal benne, emberrel, állattal, fűvel, fával. Tehát a dolog ott kezdődik, mielőtt elkezdenék nagy általánosságban a béke megteremtődésén vagy kivirágzásán fáradozni, hogy én elintézem az én nyitott kérdéseimet minden fórumon és ponton. És az utolsó gondolat, hogy ezek a személyek, akik boldogok, akik a békességre igyekeznek, a béke őrei, ezek kik is? Azt mondja itt Jézus, hogy
ők Isten fiainak mondatnak, régies kifejezés, Isten fiainak hívják őket. Ez a rájuk legjellemzőbb dolog. Ugye az embert, amikor azonosítják anyjáról, apjáról, próbálják meg azonosítani, hogy hívták őket, lehet a mintavétel után apaságot megállapítani. Ebben a nagy-nagy apasági perben, ami a világra rászakadt, itt ki az, aki adna egy cseppvért azért, hogy kiderüljön, hogy ő Isten fia, hogy ő Isten fiának mondattatik. Hát nem laboratóriumi vizsgálattal kell ezt megállapítani, hanem mindig abból derül ki, hogy Isten fia vagyok-e, hogy hogyan viselkedem az élet nehéz pillanataiban, amikor nincs béke. Akkor a uszítók közé állok-e? Vannak emberek, akik békeidőben békeszeretők, de a háború idején is azok. És vannak háborúskodó emberek, akik háborúban természetesen igyekeznek katonáskodni, de békeidőben is állandóan viszályt gerjesztenek. Mi tőlünk vett az Úr egy cseppvért esetleg, valami kis apró kellemetlenséggel, egy próbára elvitt minket, hogy kiderüljön, Isten fiainak mondattatunk-e. Megbékéltette magával a világot. Ezt úgy érte el, hogy nem az embereknek tulajdonította az emberek által elkövetett bűnt, hanem tulajdonította az ő egyszülött fiának, Jézusnak. És nem azáltal érte el, amit akart, hogy bennünket térdre akart kényszeríteni, hanem egy hatalmas gesztust tett felénk. Ennél csak kisebb lehet minden gesztus, minden ügy, ami bennünket foglalkoztat. Isten fiai lehetünk. János evangéliuma beszél azokról a személyekről, akiket nem apjukról, földi apjukról azonosítanak abban a cseppvérben, ami tőlük vehető, nem az apai gének a meghatározóak, lelkiképpen az Istennek a tulajdonságai bukkannak elő. Olyan, mint az Úr, maga képére teremtette, saját modellje szerint. Önmagából kiindulva akarta olyannak látni, mint amilyen ő. A boldogok azt is jelenti, hogy akik az Isten fiai. Sok-sok boldogságot kívánok, Isten fiai, Isten gyermekei. Isten fiainak mondattatunk, ha a békességre igyekszünk, törekedjünk rá szívünkből, imádkozzunk ismét. Mindenható mennyei atyánk, köszönjük, hogy te minden áldozatra kész voltál azért, hogy a békét megteremts, te boldog Isten, hogy boldoggá tegyél minket. Bocsáss meg nekünk, ha mi oly sok önzéssel vagyunk megverve, nem mentegetjük azzal, hogy te teremtettél ilyenre bennünket, hanem felismerjük, hogy meg is valósulhat mindez mi bennünk, ha lépéseket teszünk érte. Szeretnénk áldozatot hozni, szeretnénk mi a te fiaid lenni. Azt akarjuk, hogy beazonosíthasson minket a világ. Ó, adj nekünk békére való törekvést. Segíts, hogy megértsük, a boldogság útja ez. Ez a boldogság útja. A te békédet ad nekünk, mert a te békességed, ami csodálatos értelmünket meghaladja, azt tudja megőrizni szívünket és gondolatainkat. Amen.
Befejezésül a 86. dicséretet énekeljük. Én a szívem ébred, és sose rettek, él ma is Krisztusot, bíztat a hét. Ő szíve néked, harcban a vérten, s nála sebekre imkészen az ír. Mindened van, lásd, mennyben Atyád él, Szent Fia szívek itába felé. Titkon eléd áll, vigaszad drága, s bárma tekinteted most szomorú. Tűnik a harcod, felderül arcod, semmibe mint nap az ég.